Sziasztok, Dogi vagyok! Itt is lennék a Sims 4-nek a 26. részével. Ebben a részben ugye azt terveztem, hogy először is megnézem azt, hogy Sára terhes lett-e. Ugye az előző részt itt hagytuk abba, nem tudtuk meg végül, hogy mi lett a végeredmény, sikerült-e vagy sem a művelet, úgyhogy még megvárom, amíg megeszi ezt a tortát, és ha végzett vele, akkor elküldöm egy terhességi tesztre. 15 szimoleonba kerül, talán ki tudjuk fizetni. És mindjárt véget is ér a folyamat. Ez az! Lesz baba, király. Jó, ugye megvettük neki a Fertile Trait-et még egy régebbi részben. Többen is javasoltatok egyébként, hogy vegyem meg. Szerintem kétszer nem lehet megvenni. Ugye ez azért felelős, hogy elméletileg ugye nagyobb eséllyel lesznek ikrek. Viszont nem tudom, hogy biztos lesznek-e ikrek, és most azon gondolkozok, hogy elmenjek-e csak ezért ugye megint masszást vásárolni, vagy bízom a szerencsére, és higgyek abban, hogy ez a Fertile Trait segíteni fog abban, hogy ikrek lesznek, és hát nem menjek most el csak ezért, ne költsek rá. Igazából engem érdekel, hogy tényleg használ-e valamit, úgyhogy szerintem most hagyni fogom. És majd akkor meglátjuk, hogy működik-e. Többen is írtuk egyébként tanácsokat, úgyhogy most ezeket gyorsan még megcsinálnám. Az egyik az volt, hogy ezt a festőállványt rakjam ide az emeletre, úgyhogy ezt gyorsan akkor ide föl is raknám. Ami egyébként tök logikus, ugyanis ugye szinte csak Sára szokott festegetni. És akkor meg már igazából tényleg legyen itt az emeletem. Oda rakom mellé a füstölőt is, illetve ezt a futópadot is fölhozom. Itt jobban elfér. Mondjuk úgy oda. Jó, ezt pedig valamelyik gyerekszobába berakom, mondjuk a fiúknak a szobájába. A fiúk is egyébként egészen nyugodtan kreatívkodhatnak, szóval egyáltalán nem lányos dolog szerintem. Úgyhogy ez így itt marad. A fiúknak az ágyát azért hagyom meg, mert többen is írtatok azt, hogy adjam el, mert akkor ugye pénz lesz. Na már most, hogyha a fiúk születnek, akkor megint kell vennem ágyakat. És akkor viszont sokkal drágább lesz. Mert most ezt el tudnám adni 800 szimoleonért, és ez az ágy, hogyha újat veszek, akkor kerül, húha, most ezt így pont nem látom, 1000-be, tehát hogy így 200 szimoleont buknék, két ágynál az már 400 szimoleon, az már a ágynak majdnem a fele, amennyibe kerül. Úgyhogy ezért nem adom el, mert biztos, hogy fog még születni fiúgyerek, és akkor pedig igazából pénzkidobás lenne most csak úgymond ezen spórolni, mert nem spórolnék rajta, nem inkább veszítenék. És még azt is írtatok nagyon sokan, hogy cseréljem le a lámpákat. Mert vannak olyan lámpák, amik jobban világítanak. Elméletileg a drágább lámpák jobban világítanak. Ez egyébként nem tudom, hogy tényleg így van-e, vagy írja-e valahol a játék, hogy melyik mennyire világít. Nem, nincsen ilyen light level, sajnos. Pedig az tök jó lenne, ha írna, hogy melyik mennyire intenzív fénnyel világít. Valami olyan lámpát szeretnék, ami nem foglal helyet. Szóval ilyen falra rakható falra szere... ez mondjuk kicsit nagy. Ez sem feltétlenül egy ilyen hálószobába való dolog. Ez inkább kintre. Ez szerintem tök jó. Jó, és elég nagy fénye is van, úgyhogy ebből veszek kettőt. Sőt, akkor lecserélem az összes lámpát ilyenre, hogy legyen egységes. Jó, ezt is eladom. Oké. Ide veszek egyet, meg ide veszek egyet. Ide veszek egyet, meg mondjuk ide. Akkor a konyhába is kellene ezzel egy síkba. Jó, oda mondjuk egyet, meg így ide. És akkor szerintem ez már kellő fényforrás lesz. Igen, itt viszont már másfajta van. Úgyhogy akkor veszünk ide is egy ilyet. Azért az a nagy fényforrás lehet egy kicsit sok lesz a fürdőbe. De nem baj, legalább mindenki látni fog mindent. Illetve ide föntre még nem ártana egy kis fény. Ezt is nagyon sokan írtattok, hogy nem sok mindent lehet sajnos látni a videóba. Hát ugye én általában azért kiszoktam még világosítani a videókat. Főleg, hogyha látom, hogy tényleg semmit nem lehet látni. Viszont tényleg lehet, hogy előfordul az, hogy egy kicsit sötétebb néha a kép. Remélhetőleg így már azért minden király lesz. Azért nem rakok ide a ugye a francia ágy fölé lámpát, mert azért azt nem szeretném, hogy kisüsse a szemét. Nem hiszem, hogy egyébként egy okos ötlet lenne. Való életben se nagyon csinál ilyet az ember. Jó, és akkor még volt valami, még volt... Ja igen, hogy itt az egyik lámpa úgy van beállítva, hogy ilyen rózsaszínes fénye van, és a másiknak meg nincsen. Ezt is többen írtátok. Úgyhogy akkor set color intensity, dislight, és akkor legyen ez is ilyen... Nem tudom, ez magenta? Magenta, jó.
És akkor ott ilyen rózsaszínesen világít. Na, szerintem ez így tök jó. Meg ugye írták azt is, hogy tönkre mennek a cuccok azért, mert a szimek rossz állapotban használják őket. Hát ez nem igazából így van. Régebbi Sims részekben legalábbis biztos, hogy nem így volt. És meg is néztem, és igazából attól függ, hogy melyik cucc mitől megy tönkre. Mert hogy ugye mennyire drága. Tehát itt például van nekünk, nézzük a hűtőt, mert a hűtő azt tudja, hogy a legolcsóbb, ami van nekünk. Ugye ez a fajta hűtőnk van. Ez még akkor annyira nem is gáz, ez a Crisp on the Splendid. Igen, ez van. Ennél ott írja a második sorban, ott ugye, ahol az infókat, illetve a statisztikákat mutatja, hogy reliability. Ez azt jelenti, hogy ez a megbízhatósága a hűtőnek. Ez egy ötös szintű megbízható hűtő. Szóval elméletileg ez olyan kisebb eséllyel megy tönkre. Ez például a hármas megbízhatósági szinten van. Ezek a legolcsóbbak. Szóval minél drágább a hűtő, annál kisebb az esély arra, hogy tönkre megy. Nem hiszem el azt, hogy ha egy szim éhes, akkor így kitépi a hűtő ajtaját, és akkor azért menne tönkre. Szóval ez attól függ, hogy mennyire drága egy tárgy, hogy mikor mennek tönkre ezek a dolgok. Szóval nem attól, hogy milyen hangulatban használják őket a szimek. Egyébként meg oda szoktam azért figyelni nagyjából az állapotukra. Higgyétek el, nem egyszerű, főleg amikor vannak 7-8-an egy háztartásban. Igyekszem odafigyelni rájuk, de van olyan, amikor sajnos nem sikerül minden egyes szimre odafigyelni. Viszont tényleg igyekszem, és próbálok úgy játszani, hogy mindenkinek a legjobb legyen. Bár persze ez sajnos nem mindig megoldható, mert ugye mindenkinek más a legjobb. Na jó, szerintem most így mindent elmondtam, amit így a komment szekcióból szedtem. Ja igen, tudom, kitöröltem a mennyezetet, és azért nem lehet. Ezt is nagyon sokan írtátok, azért nem tudtam ide építkezni, bár most megint van itt mennyezet. Úgyhogy most már tudnék, de most már biztos, hogy nem fogok ezzel foglalkozni. Legalább egy 10 részre, nem érdekel most már az a hely, már annyira felhúztam magamat rajta, hogy most már nem érdekel. Jó, ezt pedig meg kéne javítani. Jó, akkor ide hívom Sárát, és megjavítatom vele a számítógépet. Már csak azért is, mert hogyha ugye jól tud javítgatni, akkor nem kell mindig szerelőt hívnunk, ezzel is ugye pénzt spórolunk, illetve hát ugye fejlődik az a készsége is, hogy meg tudja javítani a tárgyakat, illetve tudja őket fejleszteni, hogy például gyorsabb legyen az internet, vagy kevésebb eséllyel menjen tönkre a számítógép. Jó, ezt is szerintem egyébként már tudná tinkerelni. More choices... Bár lehet, hogy elektronikai dolgokhoz még nem engedi hozzá nyúlni. Valószínűleg még nem. Meg kell nézni, hogy hanyas szinten áll neki a tinkering, ami a handiness egyébként, csak valamiért nem tudom, tinkeringnek hívom. Valószínűleg valami más játékban így hívják. Jó, ezeket már nem tudom ki... Van amelyiket meg tudom fogni, és van amelyiket nem. Van amelyiknél ilyen fogaskerék jelenik meg, a kajáknál. Többinél meg, de be se tudom rakni a hűtőbe. Ami mondjuk nem feltétlenül jó. Ez az nagyon flörtölős hangulatba lett attól, hogy elkezdte fölmosni a padlót. És most boldog. Jó, hát ha neked ez ennyire lenyűgöz, akkor örülök neki. Jó. Kicsit megerősítem itt a csapokat. Már jó koszos. Már csak azért is, mert úgy, hogyha megerősítem a csapokat, akkor kevesebb eséllyel megy tönkre a fürdőkád is, és akkor esetleg meg tudjuk azt úgymond játszani, hogy nem kell nagyon drága fürdőkádat vennünk ahhoz, hogy ne menjen tönkre. Szóval egyébként ezen is lehet is spórolgatni, csak hát nyilván sok idő. Közben elaludt. Jó, a lányokkal is kellene foglalkoznom, most szerencsére hétvége van, szóval a lecke az annyira nem fontos, bár azért jó lenne, ha most megérnek, mert valószínűleg el fogom felejteni, főleg, hogy most már vasárnap van. Jó, akkor írja meg a leckéjét. Feszült, mitől feszült, mert nem vásároltak mostanában semmit. Hát ez igen szomorú, na mindegy. Majd vásárolunk, hogyha lesz sok pénzünk. De egyelőre az a 2000 szimola van nem olyan nagyon sok, ha jön egy számla, akkor tulajdonképpen majdnem, hogy mínuszban vagyunk. Most már ilyen 1000 körül vannak a számlák, és még bármi történhet, tehát azért egy 1000 szimolát mindig érdemes megtartani. Bármi történik, ne legyen az, hogy csődbe megy a család.
mert az nem lenne mókás. Jó, most viszont jó a hangulata. Most már úgy megpróbálta feldolgozni azt, hogy nem vásároltak mostanában semmit, és akkor most így megint happy. Jó, nem tud szorgalmit írni. Nem baj, viszont akkor az a baj, hogy ezeket nem tudom innen elrakni. Ja, te azért, mert Teó csinálta, putövéj. Hát, hogy berakja, jó, így berakja. Azért nem tudja elrakni, mert a Teó csinált, Jó, akkor erről, hogyha levesztjük a gyertyákat, akkor lehet, hogy el tudjuk rakni? Igen. Jó, gyertyástól soha ne rakjatok be semmit a hűtőbe. Még akkor sem, hogyha nem gyújtottátok meg. Látszik, ez egy nagyon rossz döntés a Sims szerint. Valamit, akár ő egyébként foglalkozhatna azzal, hogy a főzésből fog jó lenni. Bár valószínűleg neki pont valamelyik skillje már föl van húzva. Ja, a fitness 3-as szinten van, akkor majd a másik lányt fogom befogni a főzésre. Hogy ugye majd a suliban jobb jegyeket kapjam. Hát ez se lett egyébként rossz. Na, akkor most már ezt is tudjuk. Ezt egyébként eddig nem tudtam, hogy ugye, hogyha valami nem a családban élő szim készít valami ételt, akkor ugye nem számít, akkor nem lehet berakni a hűtőbe. Ez mondjuk elég fura. Szóval inkább rohadjon meg a kaja, vagy mi? Vagy romoljon meg. Jó, Social-t azt mondjuk tudjuk fejleszgetni, azzal, hogy itt beszélgetnek egymással. Viszont neked kell lánya, nagyon el kéne menni fürdeni. Jó, ezt visszarakom a hűtőbe. Nem tudom, mert Teó készítette. Ó, de jó, akkor most az összes kaja, amit Teó készített, azzal mindig meg fog gyűlni a bajom. Kidobni se lehet majd olyan a tányért? De, azt legalább ki lehet. Pénzünk legalább abból lesz. Jó, a higiénia egyébként neki is a legjobb. Itt el kéne menni a mosdóba is. Gyorsan elküldöm. És a kislány pedig... rosszul tudott egy trükköt performanszolni, hogy hívják ezt? Előadni itt ezen a cápás csúszdán. És most ezért ilyen rossz hangulatom van. De ne foglalkozz vele. Lehet hozzáadni. Lehet hozzáadni szappant. Viszont ha már beindítottuk, akkor nem. Majd ezt meg kell nézni, hogy ha adunk hozzá szappant, akkor miben másabb. Ettől is egy kicsit fejlődik. Valamilyen, valószínűleg a motor skill. Meg kell nézni, hogyha a motor skillre megyek. Nem. Most megint csinált egy rossz trükköt. Na jó, akkor hagyjuk ezt most. Ki tudjuk amúgy ezt kapcsolni, vagy magától majd kikapcsol. Valószínűleg majd magától kikapcsol. Viszont éhes, úgyhogy jó lenne, ha enne valamit. Van itt egy csomó kaja. Válasz akkor valamit. A lányok viszont egész jóban vannak egymással, ennek nagyon örülök. Na jó, valamit kellene csinálni, hogy a lányokkal is keressünk pénzt. Neki mondjuk a fitness kit kellene fejleszteni. Ó, most tudunk adni, hozzáadni szappant. Megnézzük akkor mi lesz, hogyha adunk hozzá szappant. Ó, akkor habzik. De jó. Ez tök jó pofa. És milyen habos lett? Vagy ilyenkor tisztább is lesz? Valószínűleg egyébként nem, de... Nem csak a fán megy fel. De az nagyon. Meg ugye a fitness skill. Jó, csúsztkáljál még egy kicsit, mert szeretném azt, hogy... meglegyen az a 4-es fitness skill. Egyébként tök gyorsan lehet ezzel tényleg fejleszteni a fitness-t. Elég király. És eddig tartott a szappan? Egy-két csúszás erejéig. Most viszont olyan, hogyha nem fejlődne neki a fitness. Csak akkor, hogyha trick slide-ozik. Ezt ugye megnézzük. És lehet pont azt nyomtam ki. Mindegy, nyomjunk még egy trick slide-ot. Most trick slide-ozik? Igen, akkor csak akkor fejlődik, hogyha trick slide-ra megyek. Jó, oké, akkor most már ezt is tudjuk. Na,
Közben a másik lány. A másik lányt akarom akkor befogni arra, hogy ugye főzzön. Főzzön sokat. Jó, hát akkor mindenből szerintem most elkezdem azt, hogy mindenből csináljon egyet. Single servinget. És akkor majd tudnak válogatni is, hogy mit szeretnének enni. Közben ő is fejlődik. Egyébként lehet, hogy egyszerűbb lenne és olcsóbb, hogyha könyvből tanulna meg főzni. De talán azért így majd jobban fog főzni, hogyha a saját tapasztalatok alapján próbálja meg elsajátítani a főzés csinyát, binyát. Jó. Az első salát egyébként már kész is lett, és normál a quality. Hát ez nem olyan rossz. Viszont sára, 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 mit csinálsz? Rosszul érezte magát az előbb a baba miatt, valami miatt. Ne érezd magad rosszul a baba miatt. Jó, viszont most úgy egyébként minden rendben van nála, úgyhogy festegethetne is. Light. Mi legyen? Ez legyen. Gyújtunk egy ilyet. Ezt megszaglásza. És akkor utána, ha ez megvolt, akkor festegessen egy kicsit. Ó, energized lett. Nem baj, az se rossz. Classic painting, large classic painting. Oda közben lement a higiéniája. Mitől ment le most hirtelen a higiéniája? Hú, beállt magától futni, Helga. Úgy látszik, akkor ő is a fitness szeretné. Ilyet még egyébként nem is nagyon láttam, hogy maguktól elkezdenek futni. De mondjuk örülök neki. Nem nekem kell őket ide küldeni. Upgrade. Ezt upgrade-elhetnénk. És ha ez megvolt, akkor szerintem elküldöm fürdeni. Jó. Bár lehet, hogy egyébként ezt a lányt kellene most, mert büdi lett. Nem lett büdi. Futott egy csomót és nem lett büdi. Valamit tudnak, viszont valaki megint belepisült a bokorba. Tudnám miért. Jó, viszont akkor trick slide-ozzon. Ezzel is egy kicsit még fejlődik, ha már így elkezdte ezt a fitness skill-t fejleszgetni. Azt a mindenit! Egyet csúszott és majdnem fölment a csúszka. Meg is lett a kettes szint. Hát ez nagyon OP. Ezzel nagyon könnyen lehet fejleszgetni a szinteket. Ezt nem gondoltam volna, hogy ez így működik. Na mindegy. Én igazából nem bánom. Kihívás szempontjából ez tök jó. Egyik olyan fit lesz, hogy csak na. Azért meg csúszik hármat ezen a cuccon. Milyen egyszerű lenne egyébként az élet, most gondoljatok bele. Nyáron nem kéne hónapokig csak azon gondolkozni, hogy fú, hogy nézek ki a legjobb a strandon. Nem! Egy ilyenen lecsúszok háromszor, és mindenki bomba. Jó. Közben egyébként Sára be is fejezte. Ugye a zuhanyzónak a fejlesztését. Jó, megvan a négyes fitness skill is. Király vagy. Egyébként jobb lett ez a... Nem feltétlenül olyan nagyon jó az alakja. Van átlagos. Jó. Viszont tényleg akkor te feküdj le normálisan aludni. Te is lefeküdj le most már normálisan aludni. Szerintem már elég volt az edzésből. És a kislány, megírta olyan a leckét? Nem írtak leckét. Ki azt még gyorsan meg kellene ejteni. Milyen lett amúgy a festmény? Mennyit ér? 800-at, hát nem olyan rossz az. Gyorsan akkor azt eladjuk. Na, kaja közben eladja. Confident paintinget azért csinálhatna, hogyha magabiztos korszeg nagyobb eséllyel fest nekünk mesterművet. Legalábbis nagyon-nagyon remélem. Na, meg lesz az, meg lesz Sára, tudom. Jó, a kislány pedig, ha befejezte, akkor... Ó, nem oda akartam rakni. Bele a kukába, oda. Jó, kész a leckéje, és tud szorgalmit írni? Tud szorgalmit is írni. Hát akkor azt a szorgalmit még nem hagyjuk ki. Kinek csörög a telefonja? Valakinek csörög. Most már nem, most már nem. Mental skill. Hát jó. És egy skillt level 4-esre kellene még fejleszteni. Nálam mit kezdtünk el fejleszteni? Motort. Aha, akkor szegő is ez a trick slide-olásból.
Slide, akkor még a trick slide-ol, miután megírta a leckét. És akkor neki is meg lesz a 4-es motor skill. Bár egyébként lehet a mentált is érdemes lenne fejleszteni, azért mégiscsak legyen okos a gyerek, ne csak sportos. Egyébként mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Jó, megnézzük, hogy akkor ettől fejlődik-e a motor skill. Igen, ettől elég durván jól fejlődik a motor skill. Akkor... ez is meg lesz. Egyébként, ha már vettünk neki ilyet, akkor lehet, hogy érdemes lenne venni egy medencét is. Nem tudom egyébként, hogy elfér-e rendesen itt ezen a telken egy medence. De tök jó pofa lenne. Na, ó, már szegény nagyon fáradt. Mondjuk lehet hajnali egykor nem kellene ezt csinálni vele szegénnyel, de... még egy trick slide belefér. Tudom. Csak hogy meglegyen a 4-es motor skill, jó? Csak azért. Jó, megvan. Akkor sem mehetsz aludni. Jó, és közben Sára befejezte a festményt, valószínűleg, legalábbis nagyon-nagyon remélem. Eszik valami finomat. Oké, és akár még festhetne is. 600-at ér. Hát, reménykedtem benne, hogy ennél azért többet fog érni. Jó, táncolhatna is. Táncoljon. Attól is fejlődik egy kicsit a táncolási skillje. Hát, ha majd azzal könnyebben el tudjuk csábítani a férfiúkat, hogyha esetleg legközelebb megyünk. Hármas szinte van egyébként neki a dancing. Azon gondolkozok, hogyha esetleg valami más állapotban, mondjuk nem energized, hanem melyik legyen? Sharpening Saffron. Ezt megszagolja. Akkor jobban fog táncolni? Gyorsabban fog tanulni táncolni? Ennek táncoláshoz milyen hangulat kell? Tehát, hogy fókuszd. Most megint happy. Hát akkor nem. Egyébként lehet, ilyen teljesen nem nagyon kellene neki már itt táncikálnia, de... de itt csak nem lesz nagy baja. Jó, viszont menjen el aludni. És akkor a lányok közben fölkeltek. Mindenki megírta a leckét? Ő megírta. Te még nem írtad meg. Kedves Helga, mi történt a házi feladattal, hogy reggel 5 órakor kell nekiállni? Összevesztetek talán? Ne ölelgessétek, egymás leckeírás van. Menj innen. Csak átnevezni tudja az unikornist. Jó, hogy neki meg ilyen nagyon social hiánya van. Hát akkor csetelj valakivel, vagy nem tudom. Most ne a testvérettel foglalkozz. Én meg leckét akarna írni. Right. Jó. Így írj egy gyerekkönyveket. Az is tök jó lesz most neked. Te meg fejezd be kérlek azt a leckét. Jó, a tigrisek nem lustálkodnak. Teljesen jó. Akkor legyen ez. Erről írjál egy tök jó könyvet. Jó, és kislány... a kislánya nagyon nagy gondok vannak. Úgyhogy gyorsan. A legfontosabbakat el kell intézni, mint mondjuk a mosdó, meg a fürdés. Kajálni már bent is tud esetleg a suliban, ha úgy alakul. Jó, ebből is ehetsz. Ha még az belefér a kaja, akkor... még azt a jó kis toastot megelted. Jó, közben megírta a leckét, és van szorgalmi? Van szorgalmi is. Hát, elkezdi a szorgalmit, aztán majd meglátjuk. Igazából már szerintem az is előre haladás, hogy megírta a leckét. Azért az ilyen idős emberek már nem feltétlenül írnak minden nap leckét. Jó, dancing level 4-es. Jaj, te még mindig táncolsz? Hát már rég le kellett volna feküdned aludni. Mindegy. Majd meg kellene nézni, hogy esetleg tanult-e. Aha, most már tud ilyen mozdulatokat. Jimmy leg. Azt majd megnézzük, hogy az milyen a Jimmy leg. Érdekel, hogy Jimmynek milyen a lába. Jó. Na, még úgy látszik, a reggelire is jut idő. Ja, hogy amúgy nem, csak nekiálltak itt mindenfélét csinálni, jó? Már amúgy suliba kéne lenniük. Jó, teljesen jó. Hát akkor mindenki szaladás van suliba. Nagyon egyszerűbb lenne, ha kocsival el tudnánk menni. És megjött a számla. 1064 a számla. Látjátok, pont erről beszéltem. Jó, hát akkor, hogyha fölkelt, let them do it. Ó, ezzel veszítettünk most. Na nem baj. Viszont visszarakjuk.
Csak kidobni tudjuk, akkor kidobjuk. Akkor ez van, kidobtuk. És haza is értek. Úgyis most nagyon-nagyon mérges a suli miatt. Hát, megesik. Megesik. Jó, igazából neki semmi akadálya annak, hogy meglegyen az a 4-es jegy. Neki semmi akadálya annak, hogy meglegyen az az 5-ös jegy. Igazából csak leckét kell írnia, és meg is lesz. Jó, úgyhogy akkor gyorsan meg is íratom velük most a leckét. Ha már így hazaértek a suliból, ő pedig szomorú. Ó, ne legyél szomorú. Ölelgesd meg az unikorn is, és akkor minden jó lesz. Hidd el, ez így működik. Jó, és csináld meg a leckét, természetesen. Azt hittem, hogy segített neki az, hogyha megölelgeti az unikorn is, de úgy látszik, hogy nem. Lehet egyébként ezen kéne csúszkálnia. Ó, itt kint együtt meg tudják írni. Írtátok, hogy van valami kártya asztal. Hogyha nem olyan drága, akkor megnézem. De az hol lett itt a kinti dolgoknál? Kártya asztal, kártya asztal. Nem tudom egyébként, hogy ez hol lesz. Valószínűleg akkor nem. Hát arra tudom képzelni, az ez a hely. Hogy melyik lett ez a kártya asztal, amiről beszéltetek, az most így hirtelen nem tudom. Húha. Hát ez egy DJ pult. Ez egy gitár. Aha. Shaker, bár, pár. Egy mozdíthatós bár. Ez ilyen tök faragó station, az se feltétlenül. Aha, ez táncolós, majdnem mindegyik. Hát én most itt nem nagyon találom azt a kártyaasztalt, aztán lehet, hogy itt van, csak nem veszem észre, mert ilyen nem feltétlenül kártyaasztal formájú a dolog. De majd akkor a következő részre szerintem beszerzünk egy olyat, és akkor megnézzük, hogy az mit tud. Egyébként lehet, hogy itt van. Aha, ez ilyen játékasztal. Legalábbis azt írja. Button Smasher. Na jó, majd egy ilyet veszünk. Ja, ez lesz az. De ez ilyen... Nem Jenga, hanem az a... Micsoda? Ilyen Jenga-szerű, marokkó, vagy nem tudom mi ez. Asztalka. Ez is gaming table. Ez mennyibe kerül? 350. Na jó, talán az még így belefér. Bár akkor ezt hova rakjuk? Föntre. Itt fönt hülyén néz ki. Majd akkor az emeletre, hogyha megcsináljuk az emeletet, akkor oda veszünk egy ilyet. Jó, és akkor írjátok meg szépen a leckét. Ó, ez lámpa? Tökre nem úgy néz ki. Mix drink. Legyen ilyen citrusos cucc. Igyanak közben limonádét, mert az tök jó. Amúgy. Sokkal hangulatosabb úgy leckét írni, hogyha az ember közben limonádét iszik. Jó, 25%-on van a lecke. Ez nagyon nem jó egyébként, hogy együtt csinálják, mert csak végig beszélik az egészet. Sokkal lassabban haladnak el. Nagyon közben fejlődik a social, meg valószínűleg a hangulatuk is. Bár mondjuk ilyen büdös testvér mellett nem biztos, hogy jó lenne a hangulatom. Na mindegy. Jó, Ildikó közben elkezdett a leckén. Látszik, a gyerekeknek egyszerűbb leckék van, mint a tiniknek. Egyébként ez fura, mert igazából neki nem kéne, hogy úgymond hamarabb készen legyen, mert ugye nyilván a saját szintjéhez képest kapja a leckéket. Nyilván a tininek egyszerűbb lenne megoldani a általános iskolás leckét, viszont ennyivel nehezebb lenne a tiniknek. Jó, Endre. Viszont most nagyon rossz hangulatban vannak szegények. Sára sem van a topon. Sincsen a topon. Jó. Ez hogy lehet? Na, ezt is akkor javítgatjuk még, hogy kevesebb eséllyel menjen tönkre ez a hűtő, aztán majd úgyis veszünk jobbat, de ne menjen tönkre, hogyha nem muszáj neki. És akkor őket még gyorsan elküldöm lefürdeni, meg ilyesmi. És akkor szerintem, hogyha kiosztottam nekik a feladatokat, akkor vége is lesz ennek a résznek. Jó, viszont valaki már lefeküdt aludni. Hát
Őt még elküldöm gyorsan mosdóba. Meg kajálni. Ja, hogy nem tudnak most kajálni, mert hogy a hűtőt szerelget éppen. Nem tudom csak így kihúzni, de nem. Akkor lefektetem őt is aludni, aztán majd reggel eszik. Na, hogy halad? Tinkering. Na, király, akkor megcsinálta ezt is Sára. És akkor közben egyébként már a második harmadban van, úgyhogy ebben a részben már biztos, hogy nem fog születni gyerek, azt most már akkor nem fogjuk megvárni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a végnézést, remélem tetszett nektek ez a rész. Hogyha esetleg van még valami ötletetek a házra, hogy mit, hova lenne érdemes rakni, áthelyezni, vásárolni, akkor azt írjátok meg, viszont azt tényleg tartsátok kézben, hogy jönnek a számlák, nem keresünk sokat, ugye csak a festésből élünk, és szóval ahhoz mérten írjátok a tárgyakat, mert tudom egyébként, hogy vannak nagyon-nagyon király tárgyak, csak azok nagyon-nagyon drágák is, és hát szépen szeretnék haladni ezzel a sorozattal, csalni pedig nem csalunk, úgyhogy Motherload kód ki van zárva. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, Dogi voltam, sziasztok!